Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mint bizonyára mindannyian tudják, tegnap voltak a helyhatósági választások országszerte. Már 19 óra 1 perckor a közvéleménykutatások jelentései alapján tudni lehetett, hogy Pécsett a koalíciós jelölt, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Fidesz, a Független Kisgazdapárt és a Magyar Demokrata Fórum jelöltje, az eddigi alpolgármester dr. Páva Zsolt győzött. Páva Zsolttal este 10 óratájban készítettük interjúnkat. Gratulálok a mai győzelemhez. Mióta számított erre? Hát aki indul egy választás, az mindig reménykedik, és én titokban bíztam a sikerben, de nagyon nehéz volt, és elég szoros, hogy nézem a befutó, hiszen még nincs vége, tehát most egy olyan 80%-on állunk, még vissza van néhány szavazókörnek az eredménye, remélem, hogy azok nem változtatnak lényegesen a befutott eredményeken. A nap folyamán voltak olyan információk, amelyek ezt valószínűsítették? Nem, a nap folyamán nem is törődtem választással, a gyerekeimmel játszottam, futottam andulásban néhány kört, szóval én tulajdonképpen egy olyan 2 órája kapcsolódtam be aktívan a választási eredményekbe. És mik a kilátások? Hát a kilátások azok elég nehezek, hiszen az már egészen bizonyos, hogy nagyon szoros lesz a mandátumok elosztása a pécsi közgyűlésben, tehát elképzelhető netán még az is, hogy én egy kisebbségi frakciót vezetek polgármesterként, és az ellenkező oldalon ülő képviselők száma egy picit nagyobb lesz, mint a mi oldalunk, ami azt jelenti, hogy mindegyik döntést, ha ilyen előfordulna, alaposan, konszenzus alapján körüljárva kérdéseket kell megfontolni és döntéseket hozni. Később szintén a Városházára látogatott a másik esélyesnek mondott jelölt, az MSZP színeiben induló Kékes Ferenc. Meglepte az ezüstérem? Nem túlságosan, benne volt a pakliban, ahogy ezt mondani szokás. Nem volt túlságosan meglepő. A nap folyamán voltak olyan hírek, amelyek erre utaltak? Nem kaptam ilyen híreket, nem. És hogy töltött a napot? Sétáltattam az esőben a gyereket, hajszoltuk a galambokat a Széchenyi téren, délelőtt. És a felálló közgyűlésben milyen tisztségekre, tehát milyen reményekre számít? Biztos, hogy önkormányzati képviselő lehetek, hisz az MSZP-nek a listáját vezettem. A továbbiakról egyelőre azt hiszem korai még beszélni. Működőképes lesz a város ilyen felállásban? Működőképesnek kell lennie, működnie kell. Ezért a magam részéről és a szocialista frakció tagjai részéről mindent meg fogunk tenni, hogy működjön. Ez a legfontosabb cél. Hogyha meghívnák alpolgármesternek, vállalna? Még nem gondolkodtam ezen. A választások Baranya megyében is rendben és nyugodtan zajlottak le. Dr. Győr Pál Elemér, a megyei főjegyző beszámolt az idei választások tapasztalatairól. Lezárultak az urnák, de még nem tudunk egyetlen részeredményt sem. Milyen volt a mai nap Baranya megyében? Hát én azt hiszem, hogy a vártnál is talán nyugodtabb, és ezt nagy örömmel mondom. Tekintettel arra, hogy nagyon bonyolult és nagyon sokrétű feladatra vállalkoztunk a választópolgárokkal együtt. A Baranya megye közel 320 ezer választópolgárát vártuk az urnák elé, és közel 1,1 millió szavazólapot készítettünk el. A részvételi arányok némi eltérést mutattak a települések nagysága és duplája szerint. Milyen volt ennek függvényében a részvétel? Úgy tapasztaltuk, hogy a kis településeken lényegesen magasabb volt a részvételi arány. Itt még a 90%-ot is megközelítette, bár erről is pillanatnyilag az 5 órai, 17 órai állapotnak megfelelő információkkal rendelkezünk. A nagyobb városokban, tehát a városokban és nagyobb településeken ott alacsonyabb volt a megjelenési arány. Hát itt említhetném ugyancsak 17 órai adatok alapján Pécs 25%-os megjelenési arányát, valamint Mohács és Siklós megjelenési arányát, ahol 38%-os volt. Tehát még itt a városok esetében is nagy volt az eltérés. 90-hez képest olajozottabban, nyugodtan mentek-e a dolgok?
Én azt hiszem, hogy a fölkészülés mindenképpen. 90-ben még tanultuk ezt a választási formát és az eredménynek a feldolgozási módját is. A mai nap, a szavazás napjain azt hiszem, hogy olajozottabb volt mindenképpen. Hát az előkészületekre azért ezt nem mondhatnám, de én azt hiszem, hogy minden olyan tájékoztatást sikerült megadni a választópolgároknak, amivel a választójogukat gyakorolhatták a mai napon. A múlt héten hírulattuk azt, hogy neves politikusok jártak Pécsett. Akkor megkértük őket, hogy jósoljanak. Most tekintsék meg, mit jósoltak a múlt hét közepén az önkormányzati választások eredményének. Esélyek? Itt. Országosan? Országosan, ha csak a független kisgazdapártot mondom, ott feltétlen komoly előretörésre számítunk, ezt most nem önbizalomból, vagy nem azért mondom, mert ezt illik mondani, hanem mivel a legtöbb önálló képviselőt indítottunk az MSZP után, és ebben az önálló képviselőkben túlhaladtuk még az SZDSZ-et is, azon kívül a vidéki kisebb településeken jelentős kisgazda előretörés van, valamint a nagyobb városokban, ahol nem voltunk erősek 90-ben, ott is esély van arra, hogy megtízszerezzük a képviselőtestületbe a tagságunkat. Például csak egy példát, Budapestet mondom, bár itt vagyok Pécsen, de azt jobban ismerem. Budapesten 90-ben összesen 3 önkormányzati képviselője volt a független kisgazdapártnak. A mai számítások nem is optimista, csak reális számítások szerint 30 és 60 között lesz a képviselő száma Budapesten is. Pécsen is remélem, hogy a független kisgazdapárt megfelelő létszámba tudja támogatni majd a Fidesz képviselő, illetve polgármesterét, akit remélem, hogy meg fog választani Pécs polgársága. Mostani önkormányzati választásoknak milyen eredményt jósol? Úgy hiszem, egy nagyon sajátos helyzet áll elő, tudnék, kizárólag pártokban nehéz lesz gondolkozni, hisz mindenütt van valamilyen koalíció. Az az alternatíva, hogy polgári vagy szocialista, ez valószínűleg eldől. Ebben a tekintetben nyilvánvalóan van még egy hullám taraja annak a májusi választásnak, amelyik elsőprő szocialista győzelmet hozott. Azonban azt hiszem, az összefogás igen komoly meglepetést fog okozni, hiszen erre nem számított senki, hogy ilyen ellentétes pártok, amelyek korábban nagyon éles harcot folytattak egymás ellen, így összefogva egységes arculatot tudnak mutatni, és azt hiszem, hogy ennek számszerűsíthető eredménye is figyelemre méltó lesz. Esélyek? Mármint a Fidesz esélyei ezen a választáson? Hát nézd, a mérce elég mélyen van. Ugye mi 1994 májusában kaptunk 7%-ot, azt kell meghaladni. Na most én azt gondolom, hogy ott a telt-telt fél esztendő, talán mi is jobban magyaráztuk el, próbáltuk elmondani, hogy mit akarunk, talán a polgárok is másképpen gondolkodnak már rólunk, mint tették ezt fél évvel ezelőtt, ezért bátran lehet arra számítani. Ez talán nem tűnik föltől való elrugaszkodásnak, hogy több voksot és nagyobb támogatottságot, több szeretetet és szimpátiát fogunk kapni a választáson, mint kaptunk májusban. A helyhatósági választásokat az országgyűlési képviselők is figyelemmel kísérték. Toller Lászlót, az MSZP képviselőjét kérdeztük az MSZP szerepléséről. Az MSZP pécsi szervezete hogyan értékelte ezt a választási eredményt, a Pécsit? Hát a szervezet még nem értékelte. Többen beszélgettünk a választás eredményéről. Egy dolog nyilvánvaló, hogy ezt a választást, ha a pártok eredményeit nézzük, akkor az MSZP nyerte meg Pécs városában. Abszolút számot tekintetében és mandátumok tekintetében is. Előre láthatólag 16 mandátumhoz jutunk ebben az önkormányzatban, egyedül és önállóan. A vízválasztó azt hiszem az volt, annak idején, mikor úgy döntöttünk, hogy egyedül indulunk a választásokon, hogy önálló arculatunkat meg tudjuk mutatni. Én úgy gondolom, hogy ennek a vízválasztónak megfeleltünk. Az egy másik kérdés, hogy ez a következő önkormányzat életében mire lesz elég. Országosan minden esetre ezeken a választásokon egy lefele tendáló görbét mutatott az MSZP, nem? Én ezt teljesen természetesnek érzem. Nem hiszem, hogy lett volna olyan kormány ma Európában és a világon, aki bátran vállalta önmagát. Az a választások előtt 2 nappal jelentették be az energiaár emelést. Mi ezt a programunkban, koalíciós megállapodásunkban rögzítettük, hogy első a gazdaság, és ehhez képest másodlagosak az esetleges aktuál politikai preferenciák és koncepciók.
Dr. Trombitás Zoltán, fideszes országgyűlési képviselő, ellenzéki előretörésre számít. A reményeknek megfelelően alakult-e a koalíció szereplése ezeken a választásokon? Hát itt Pécsen azt hiszem, hogy a legfontosabb célt sikerült elérnünk, a polgármesterünk győzött a választáson, Páva Zsolt, a négypárti koalíciós jelölt, az eddigi fideszes alpolgármester győzött, és azt hiszem ez a legnagyobb sikernek mondható, így a városban a végrehajtó hatalom az a folyamatosságot fogja tükrözni, azok kezében marad, akiknek eddig is a kezében volt, ez azt hiszem egy bizalom is a választópolgárok részéről is megmutatja azt, hogy ebben a négy évben azért sok mindent sikerült elérni a város életében. Az egyéni kerületekben is sikerült megszerezni a többségben a győzelmet, 13 egyéni kerületben győztünk a 25-ből a jelenlegi eredmények szerint, és ezzel majdnem, hát a többség közelébe került ez a koalíció, nincs meg a többsége, nyilván majd a tárgyalásokon kiderül, hogy hogy tudunk ebből egy többséget kialakítani, ami a polgármester tudja támogatni a testületben. Ez a szoros eredmény nem veszélyezteti-e a város kormányozhatóságát? Hát maga a választási megoldás, én a parlamenti vita során ezt hosszasan elemeztem egy felszólalásban, bizony minden ilyen megoldás komoly veszélyeket rejt magában, tehát ha a végrehajtó hatalom vezetőjét, jelen esetben a polgármestert közvetlenül választják, ugyanakkor egy másik választáson dől el a képviselőtestületnek az összetétele, akkor ez előfordulhat, és nem csak hogy előfordulhat, hanem Magyarország településeinek, úgy nézem az előzetes eredmények alapján, túlnyomó többségében az is fordult elő, hogy a polgármester mögött nem áll biztos többség a testületben, mint ahogy eddig az eddigi négy évben. Ez rengeteg problémára adhat okot. Itt nyilván majd a demokrácia további tanulási folyamatai fogják azt megmutatni, hogy ki milyen módon tudta elsajátítani ezt, hogyan tudnak a pártok egymással a különböző bejutott csoportok megegyezni, és hogyan lehet biztosítani akár adhok módon is a többséget, vagy akár hosszú távon négy éven keresztül. Már délelőtt sejteni lehetett, hogy Pécsett bizony lankadóban van a választási kedv. Mindazonáltal azok, akik eljöttek és szavaztak, egészen határozott elképzelésekkel rendelkeztek. Jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, hogy mindig eljönnek-e szavazni? Mindig. És miben bíznak? Valami jobban. És pedig? Jobb élet, nehezen élünk, nyugdíjasok vagyunk. A tönk szélén majd. Azt mondják, hogy itt a tetjén nagyon kevesen jöttek el szavazni. Jönnek még vajon délután? Igen, biztos, hogy kevesen jöttek. A bizottságban ülök. Van egy részt, másrészt meg többen vannak templomban. És akkor a mise után várható? Valószínűleg, igen. Meg ha vége a vásárnak, akkor sokkal többen fognak jönni. Reméljük. Délután még jönni fog. Szeretnék remélni. A tetje idős környék, sokan veszik igénybe a mozgó urnát? Nem, nagyon kevesen, meglepően. A tavaszi választásokor többen kérték a mozgó urnát, most mindössze két idős mozgássérülthöz kellett kimennünk. Kórházak? Nem, nem kérték. Egyáltalán sehol? Egyáltalán sehonnan. Hát gyakorlatilag, aki kórházban van itt a környéken, nem fog majd szavazni? Ez különös. Fiatalok miért nem jönnek el szavazni, mit gondol? Szerintem kellően még nem érzik ennek a súlyát. A középnemzedék, őket szerettem, csak az öregeket. Hát ez talán a társadalom közérzetéből következtethető a passzív hozzáállás. Mit jósol, milyen lesz a részvételi arány? Lényegesen alacsonyabb, mint a tavaszi választásokkor volt. 50% fölött alatt? Alatt. Legalábbis a mostani állapot szerint úgy ítélem meg, hogy alatta. Rendszeresen jár szavazni? Igen. És miben bízik ezúttal? Hát az egyik, hogy valóban legalább annyian jönnek el szavazni, mint az országgyűlési választásokon. Másik pedig, hogy nyilván az én jelöltjeim fognak bejönni. És reális az a remény, hogy sokan lesznek? Igen, szerintem igen. Mindenki ilyen 10%-os részvételi arányról panaszkodott ez idáig. Hát, mivel dolgoztam, nem volt semmiféle tapasztalatom, de én úgy gondolom, hogy lesz annyi, mint az országgyűlési választásokon most is. És nemzetiségi önkormányzatok föl fognak tudni állni? Igen, biztos vagyok benne. Pécset különösen. Kiknek lesz? Hát, gondolom a cigán szervezeteknek van nagyon sok esélyük, a német nemzetiségeknek. Szerintem még a szerbnek van nagyon. Ön szerint mit lehetne tenni azért, hogy többen jöjjenek el választani? Hát talán a választási propagandába kellene
valamivel több méltósággal beszélni az emberekkel. A Városi Televízió információs műsora minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától a város híreivel, eseményeivel. A habilitáció fogalma viszonylag új a magyar egyetemi életben. Dr. Rekettye Gábor a Japán disztribúciós rendszer sajátosságai című munkáját védte meg ma a János Pannonius Tudományegyetemen. Az előadás előtt beszélgettünk a tanárúrral. Habilitációs eljárás az egyetem történetében Magyarországon kevésre ismert. Gyakorlatilag mit jelent? Habilitáció egy új dolog az új oktatási, felsőoktatási törvény értelmében az, aki egyetemi tanárra kívánja előléptetni magát, illetve az egyetem tanárra kívánja előléptetni, annak habilitációs eljáráson kell átmennie. Tehát a tudományos címek és az egyetemi címek függetlenedtek egymástól. Az egyetem adja meg a lehetőséget az embereknek, hogy egyetemi tanárok legyenek, és ez a lehetőség a habilitációs eljárás. Az ön kutatási témája, ez mennyiben illeszkedik a kortárs magyar kutatási témákhoz? Amiről most beszélni fogok, az Japán. A japán disztribúciós rendszer. Úgy gondolom, hogy a minden országnak, így Magyarországnak is nagyon fontos, hogy foglalkozzon Japán, hiszen Japán ma a világ egyik vezető hatalma gazdaságilag a marketing területén, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a tapasztalatokat megismerjük és adaptáljuk Magyarországon. Ennyiben kapcsolódik hozzá. De azt szeretném mondani, hogy a habilitáció nem egy kutatási téma bemutatása, hanem egy előadás tartása. A kutatási tevékenység és tudományos tevékenységet egyéb publikációkon keresztül mérik az akkreditációs és habilitációs bizottságok. A kutatási infrastruktúrái itt a Pécsi Egyetemen adottak mindenhez? Igen, tulajdonképpen igen, mert egy társadalomtudományokban kutatásnak nem olyan nagy az eszközigényessége, számítógépek és könyvtár, és idő kell hozzá. Hát az idő az én részemről kicsi kevesebb, de a többi az rendelkezésre áll. A történelem tanárok legutóbbi kongresszusának egybehangzó véleménye régi panasz, hogy a tankönyvek nem tanítanak meg a történelmi folyamatokban való gondolkodásra, az összefüggések, törvényszerűségek megláttatására, a lényeg felismerésre, és nem tudnak valódi érettségi, avagy felvételi tudásszintet nyújtani. Ezeket a hiányosságokat próbálja a három új tankönyv kiküszöbölni a történelmi eseményeknek sokszor újszerű megvilágításával, a sajátos szerkezeti megoldásokkal. A kötetek a hagyományos gimnáziumi tankönyvekhez mérten látszólag szűkebben tárgyalják a történelmi eseményeket, ám éppen ellenkező eredményt mutatnak. A hagyományos könyvek tartalmi lényegét megtartva, a gimnáziumi anyagon túlmutató ismeretek átadására törekszenek. E könyvek sajátossága egyrészt a könnyen tanulhatóság, melyet egy kb. 100 főből álló kísérleti csoport eredményszintje igazolt, másrészt a történelmi folyamatokban való gondolkodás elsajátítása, és ezeket segítik a lényegre törő elemzések, szintézisek, összevetések. A tanulás folyamatát megkönnyítik a sajátos tördelés, a szisztematizáló eredményvázlat struktúrák, a fogalomtárak, az uralkodók névregiszterei, a kronológiai táblázatok. Az újabb szakirodalom felhasználása a történelmi eseményeknek sokszor újszerű megvilágítását és értelmezését eredményezi. Végezetül ez a harmadik könyv erénye, valóban napjainkig kapunk ismertetést legújabb korunk eseményeiről, benne kidomborítva nem csak hazánk, hanem a méltatlanul háttérbe szorított perifériának számító Kelet-Közép-Európa is. A kötetek a János Pannonius Tudományegyetem távoktatási központjának és a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesületnek közös kiadásában jelentek meg. Legaktuálisabb feladatuk az érettségire és a felvételire készülő tanulók munkájának megkönnyítése. Kedves nézőink, mai hírműsorunkban mindenekelőtt a tegnap lezajlott helyhatósági választásokkal foglalkoztunk. Maradjanak kérjük továbbra is velünk, jó estét, kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!